Jó estét kívánok, Kapin Zsolt vagyok. Jegyezd meg jól, míg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. Na, hogy megértsék, miért mondtam. A 80-as években alig 10 éves voltam, de emlékszem azokra a vad fiúkra, akik hosszú hajjal, bőrdzsekiben, szegecselt bőrnadrágban jöttek suliba. Irigyeltem őket, pedig a tanárok nem díjazták a szerkójukat. Aztán tanultunk egy verset, amelyben arról volt szó, hogy Bartók zenéjét a maradiak hangzavarnak nevezték, és a költő dacosan ragaszkodott az új zenéhez, amely vígaszt adott nekik. A tanárok a verset még értették, de azokat a metálosokat, akik bandában magnójukat bömböltették az iskola előtt, már nem. Vadnak születtek és zajosnak. Ezrek jártak a koncertjeikre, a boltokban viszont egy árva darab lemezüket sem lehetett kapni. Még a nevüket is utálta a hivatalos kultúrpolitika. Szó volt arról is, hogy a pokolgép nevet le kell venni, aztán ezt valahogy megindokolt, hogy hát ez mégiscsak a műfajnak az erejéhez egy ilyen szép név, meg mi már úgy szeretjük. Akárhogy is szerették volna, a nyugati együttesek lemezeit a 80-as években többé már nem tudták elzárni a magyar fiataloktól. Behozni továbbra sem lehetett hivatalosan az akkor Angliában és Németországban már egyre népszerűbb heavy metal zenét, de másolt kazettákon és bakelit lemezeken becsempészték az országba. Emlékszem, hogy 83-ban leadták a tévében az Iron Maiden, Krokusz, Judas Priest, stb. Zenekaroknak a koncertjét valami véletlen folytán. Tehát ezt úgy kellett, hogy a kis magnót oda kellett tartani a tévé elé, a tévé hangszórójához, és akkor úgy vettük át. Tehát ez a fajta ilyen sufni tuning, ez jellemző volt a zenekaroknál is. 1980-ban ugyanis a rock után a metal ritmusa kapta el a magyar fiatalokat. A pöttyöskendős Beatrice és a P-mobil zenéje már nem volt elég kemény. Valami újat akartak. Garázsokban és apró próbatermekben felüvöltött a magyar fémzene. Nyugati mintára sorra alakultak a metalbandák. A Stress, a Pokolgép, az Oszcián, a Moby Dick. Eleinte csak kis művelődési házakban tudtak föllépni, hiszen lemez hiány csak néhány rock rajongó ismerhette őket. Az első koncertek, melyeket adtunk, ott gyakorlatilag névre szólóan ismertük a közönséget. Tehát ránéztünk, és akkor láttuk, hogy ott van az a szőke, ott van az a bőrdzsek is. A hanglemezgyártó vállalat ugyanis egyszerűen elzárkózott a metáltól. Az acéli kultúrpolitika szellemében a tűrt kategóriába helyezte. 10-14 dallal megkerestük a hanglemezgyártó vállalatnak a korifeusait, akik meghallgatták ezt az albumot, legalábbis úgy csináltak, mint aki meghallgatta volna, és hát ugye mi vártuk volna azt, hogy egy áttörés van. Így a 80-as évek első felében egyetlen magyar heavy metal albumot sem adtak ki. A zenekarok így kénytelenek voltak saját maguk terjeszteni a kezdetleges módon felvett demóikat, azaz a nyers, de már lejátszható dalaikat. Folytak állandó a kísérletezések, hogy hogyan lehet olyan felvételt készíteni, földre letett magnóval, ami úgy visszahallgatva, olyan hatást kelt, mint hogyha ez egy rendes felvétel lenne, nem csak egy ilyen viszonyatos ilyen csörömpölés. Vártuk a rajongói leveleket, vártuk a rajongói kazettákat, és hát naponta 10-14 demót másoltam át, úgyhogy egy ilyen orsós magnó segítségével duplikáltuk a dolgokat. A Pokolgép együttes 1981-ben alakult. Az öttagú zenekar gimnazistákból szerveződött, és máig őket tartják a magyar heavy metal alfájának. Nekik sikerült áttörni a kemény zeneköré vont falakat. Ha féltünk, egymástól vártunk biztatást. A budapesti Pokolgép együttes következik.
1983-ban ugyanis a pokolgép mindenki meglepetésére felverekedte magát az akkor futó tévés vetélkedő, a Ki mit tud járási, majd megyei selejtezőiből egészen a tévés szereplésig. Nem volt könnyű menet. Szerény volt és kedves, mosolyogva beszélt, a nyelve nem volt élet. Az egyik tévés műsorba kiestünk, akkor a közönségnek viszont szimpatikusak voltunk, visszaszavazott minket, és bejutottunk így a második fordulóba is, ahol természetesen megint kiestünk, de a döntőbe ott voltunk. A legtöbb szavazatot kapta, és ezzel a jövő szombati második középdöntő egyik szereplője lesz a Pokolgép együttes. És egyszer csak ott találták magukat a döntőben, amit akkoriban nem túlzás, egy egész ország nézett. Népdalénekesek és versmondók között feszítettek a rockerek bőrnadrágban elektromos gitárral. Másodikak lettek. Másnap már mindenki tudta, hogy van egy ilyen zenekar, tetszik, nem tetszik, de van. Az biztos, hogy a Ki mit tudnak köszönhetően az egész ország megismerte a heavy metal kifejezést. Budapesten és vidéken is az akkor divatos új hullámos popperek és a Beatrice és csövesek mellett lassan új réteg nőtt fel, a rockerek, akik már megjelenésükben is polgárpukkasztóak voltak. Így öltöző, a konvenciókat semmibe vevő fiatalokat még nem látott a magyar társadalom. Létezett egy ilyen bizonyos elitizmus. Tehát, hogy ők már nem a csövesek, ők a metálosok. Hétvégén összeröbben a sok-sok szó. A minden eddiginél vadabb kinézethez pedig különleges szerkókra volt szükség. Bőrnadrágok, bőrcsekik, csuklószorítók, tele szegecsekkel. Ezeket nehéz lett volna beszerezni az akkori nagyáruházak konfekció osztályán. Sörivó vagyok! Sörivó vagyok!